Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Gaming Cartoon, és a mai videóban FIFA 21 karrierezünk PlayStation 5-ön. És hát, mi lehetne ennél tökéletesebb, mint hogy itt megy oldal egyébként a FIFA 22-nek a trélere. Azt figyeljétek! YouTube-on is megtekinthető. Ha valakit érdekel, lerakom a leírás első sorába a videót. Á! Srácok, ez bődületesen jó lesz, és én is készülök rá. Méghozzá ezzel a Red Bull Lipcse új szezonos mezével. Ezt fogja használni a Bundesliga, meg a bajnokok, ugye, meg az összes kupába. A 2020-21-es szezonba fel is állok, nézzétek meg. Fes fiatal ember lettem ebbe a mezbe. Őrületesen jól néz ki. Atom kire hátulról is, előről is. Kérem szépen, ez hibátlan ez a mez, viszont természetesen az előző szezont nyomjuk még, úgyhogy alatta van a régi mez, nem betkőzős pókert játszunk, vételesen, hanem, fejhallgató nem fog menni. Úgy nép, alattam is van, az idei szezonos, tehát itt láthatjátok is, hogy mennyit változott a mez, ez már hivatalos, ez már biztos, sőt, játszottak is már a lipcseiek ezzel mérkőzést. Úgyhogy ezt majd a következő FIFA 22 karrier módjában láthatjátok. Most viszont én azt mondom, hogy akkor toljuk is ezt a karriert az előző 20-21-es mezzel. Én azt gondoltam, megpróbálom végig tolni ezt a szezont. Már az is meg csoda lenne, mert azért heti-két heti játékról van szó, nem tudom már olyan sűrűn nyomni, de szerintem ez azért még meg lesz ez a szezon, valahogy megoldjuk, nem lesz baj. Úgyhogy menjen is, vannak ilyen edzések, meg minden, én ezeket leszimulálom. Igazából szerintem el vannak ezzel így a játékosok, fejlődgetnek így is, ha szimuláljátok. Persze sokkal jobb, hogyha ténylegesen le vannak játszva. 12. a Frankfurt, azért ezt meg kellene vernünk. Nézzük, hogy van-e góllövőjük a listán, nincsen. Nekünk ott van Polzen és Vankicsán, úgyhogy ezért, na, nyernünk kellene, maradjunk ennyibe. Illetve még mindig a Bayern München üldözzük, világklasszis szinten, ha valakibe felmerülne kérdésként. Hát ezért vannak jó emberek ennél a Frankfurtnál. Az a helyzet, megnézzük a csapatot gyorsan. Polzen, Vankicsán, két darab 80-as csatár, teljesen meg vagyok elégedve velük. Én szoktam inkább bénázni, mint hogy ők. Szoboszlai nagyon jó formában van, ő is fejlődött már egy pontszámot. Sabitzer, Nkunku, Laimer, Willi Orbán, ezek mind nagyon jók. Upamecano is azért elég masszív tagja ott a védelemnek, és Schäfer is nagyon jól játszik, amikor be kell szállnia a meccsekbe. Szerintem ez itt teljesen jó. Én azt mondom, hogy menjünk is, nem kell itt feleslegesen állítgatni semmit. Toljuk azt a mérkőzést, na. Jó lesz ez, remélem sikerül majd nyerni azért. Red Bull Lipcsének a hazai pályáján játszunk, ott a Rottenbullen szurkolótábor. Na lállat, úgy kimennék egy Lipcsemez, Lipcsemezre? Csak néztem itt a mezeket. Ó, kikapott a fű így az év végére azért. Már nem olyan, mint az elején. RB Leipzig, nézzük is akkor. Tényleg ott középkezdés nézi csúnya, megnézzük kapusnál is, így ki van kopva. Aha, azért ott is Gulácsinál is, fejjel. Nagyon jó. Már megy a szurkolás. Furcsa így az EB után klubcsapatokban látni ezeket a játékosokat is úgy játszani. Ott nagyon fut valaki. Ó, nem sikerült a passzni. Ahaj. Laimer futott hátulról így előre. Ügyes, ügyes, jó meglátás. Figyeltem is, de nem sikerült jól passzolni neki. Jó, Silva volt lesen. Suhint egy nagyot partjelző felé. Az de szép tekerés volt. Angelino felé. Oh, az mesteri passzok. És a pöccintés. Az de jó. Egy jó passz. Sabitzer. Hát azért elég szabálytalanok voltak vele, kérem szépen, ott a labdát nem sikerült elpöckölnie a frankfurti védőnek, de hát mindegy, bíró engedi tovább, akkor legyen úgy. Willi Orbán.
Upamecano megoldják ketten, és azzal mehet Bolzán. Öt testből nem rántjátok le, nagyon izmos kis támadó, viszont a lövésébe bele blokkolnak. Jaj, tényleg Bolzán fizikálisan remek, Vanki Csent azért már előbb meg lehet fogni így, ő a gyorsaság. Úgyhogy tényleg két teljesen különböző stílusú támadó, de így jól már rendben vannak ezek, majd jövőre az új FIFA-ban úgyis más emberek lesznek, meg igazolgatunk. Meg hát a Lipcse is igazolgat emberkéket, és az nekünk meg mind-mind számít. Szoboszlai ezt nagyon csúnyán tolta meg, nem volt jó. Trap véd, azért az se gyenge kapus, de hát még tornáztatni nem tudtuk egyenlőre lövésekkel. Da Costa Road. So Kamada szépen passzolgatnak, amíg nem ér oda egy védő. Viszont nekem az indításom rossz, nagyon gyorsan próbálom előreadni a labdát, ez nem teljesen okés. Írtátok is nekem kommentben, hogy nagyon kapkodóan játszok. Szerelni ügyesen szerek, és utána azonnal elvesztem. Nem figyelek a labda birtoklásra, úgyhogy most tényleg erre szeretnék koncentrálni, inkább picit lassabban játszani, nem csak a kontrákra építeni. Oké, okay, Nkunku. Nagyon jó, Mukiele. Az lehet lövés is? Íh, mekkorát blokkolta. Azt a mindenit. Dost nem tudta a labdát lefejelni. Ajaj, bizonytalan. Na, most már csak meg lesz. Az szép. És megint vesztünk. Jó, figyeljünk. Menjünk arra rá. Aha, abból egy indítás lesz. Upamecano, Kostit. Jó, figyeljünk. Nincs senki, aki fogná ott bent az embereket. Alino, szép helyezkedéssel előbb ért oda a labdához. A hátulról becsúszás sem sikerül. Ó, fölélődte, ez volt a mázlink. De a lövés megvolt. Az a mák, hogy nem lett ebből jobb. Bolzán, Szoboszlai felé. Nagyon szép. Jó passz. Vankicsán. Ő inkább lő, mint bead. Sabitzer! A kipattanó! Nagyon jó helyre jött. Sabitzer bevarta, mint az állat. Kapus csak nézett, el se vetődött, pedig elvetődik. Lehet, hogy védte volna. Nagyon szép cselek. Vankicsán ellövi. Sabitzer. Hát igen. Trap azért. Ez furcsa volt, hogy nem vetődött el. Minden esetre ennek örülünk a 33. percben. Nagyon fontos lenne hozni ezeket a meccseket, mert a karriermód korábbi részeiben azért rendre hibáztam, és hullajtottam a pontokat. Ha nem is kikapással, de a döntetlenek is pont elég rosszak ahhoz, hogy ne tudjuk megnyerni a Bundesligát. Na, mindegy. Most próbálom összekapni magam, hiszen a Bayern München se tökéletes csapat, meg lehet őket verni, hogyha ügyesen játszok. Ők is szoktak azért hibázgatni, döntetlent játszani. Na figyeljünk, Szoboszlainál a labda. Alino felé passzol. Inkább vissza. Úgy a bemozgások, Leimer. Nkunku! Hollé! Trepp a többieket hibáztatja. Nkunku meg menekül a leteperni készülő Lipcsejek elől. Hát ez hihetetlen. Megkapta a labdát, eltekerte. Gól. Ennyire egyszerű a képlet, ez működött is, nagyon jó volt a passzjáték, és ott üresen kapja. Szép volt, nem számítottak rá. Nem is egy klasszikus csatár szerzi itt a gólokat, sőt, Sabitzer is Nkunku is középpályás, úgyhogy ebben a csapatban tényleg mindenki hasznos tag. Látjátok is, hogy a YouTube videóknak a index képeire mindig azt szoktam berakni, aki éppen szerintem a két meccs alatt a legjobban teljesített, közben egy les. És egészen változatos. Szoboszlai is szerepelt meg két-háromszor, Gulácsi is, Olsen is, Vankics, tehát tényleg Nkunku is volt már ott, pont egy téli meccsen. Úgyhogy teljesen változatos a felhozatal, és ezt szeretném is megtartani, hogy így jutalmazom a játékosokat. Meglátjátok ti is, hogy kire lehet számítani! Most Gulácsira nem lehetett számítani. Frankfurt szépít, 2-1. Addig dumáltam.
nem bírok csöndben maradni és figyelni, egyszerűen dumálok és gólt kapok. Örül a tábor, vendég, Gulácsi, hát ő nem. Az szép, nagyon jó passz volt, lemaradtam az emberrel, Gulácsit hiába hoztam ki. Jól van, és le is fújja, ennyit kellett volna kibírni, ezt nem hiszem el. Na jól van. Annyira nem vagyunk így most boldogok, hiszen 2-1, ami azt jelenti, hogy vezetünk, de a Frankfurt így még visszajöhet. Egyáltalán nincs ez lezárva. Nincs lefutva ez a meccs. Én viszont változtatok egy picit. Limer helyére behozom, kérlek szépen titeket, Kamp 5. Jó lesz az a tiába. 10-10-et egy picit pontszáma miatt, meg a rossz szerepeltetés vagy rossz hely miatt módosítva van. Ő átmegy majd védekező középpályás szituációba, de addig is jó lesz ott. Meg hát tudja ezt játszani, jók a védőpontszámai egyébként Kampelnek, úgyhogy megmutathatja magát itt a trükkjeit. Közben inkább Olsen kell figyelni, Juan Kicsán. Ah, les. Kár érte. Jó, figyelünk, Sabitzer. Helyezkedik, szorítjuk ki őket, ne tudjanak bejebb jönni. Dost, azaz, erről van szó. Poulsen futhat meg azzal a labdával? Nem tudtam helyet találni védők között. Jó, visszaveszünk. Így, ezt visszakapcsoljuk, ezt nem akartam. Taktikákkal bíbelődök. Meg is látszik, elrontottam a paszt. Áááá, nem sikerül. Jó, Mukiele. Nagyon kellett. Azaz van, Kicsán? Sírva tudnék fogadni akkor. Nem jönnek össze a cselek. Lövőcsel elég lett volna. Na jó, hát legalább tudjuk, mit kell gyakorolni. Közben folyik tovább a mérkőzés. Poulsen nagyon üresen van. Nagyon jó lehet az. Inkább vissza, és belelépnek Hinteregger. Ő volt német válogatott is, nem? Máj. Na jó, van cserél a Frankfurt. Frissítenek ők is, nekünk is kellene majd egyébként. Hagyjuk be előtte. Orbán? Hát elpattan, senki nem ért hozzá a rohadt labdához. Aj, Istenem, Ilsanker. Az gratulálok, a csere. Ennyit tudott bemutatni, nekünk ez nagyon jó volt. Sabitzer kéri a labdát. Egy jó beadás lehetne belőle. Trepp azonban kijön kapujából, Dost, és alácsúszunk, sérülés veszélyes volt, ez nem volt teljesen tiszta, sőt, sem annyira nem volt tiszta. Futunk vissza, ahogy csak bírjuk, Willi Orbán nagyon szép, rá azért mindig lehet számítani az ilyen helyzetekben. Campbell venni el a labdát, nagyon szépen el is hozza. Poulsen nem sikerül felé. Szélen nem jó az a Poulsen. Nem tudja ezt játszani. Látszik is persze. Úgyhogy helyette egy Dani Olmót rakunk oda, Forsberget pedig a második. Aha, igen. Így. És akkor meg is vagyunk. Ah, tökéletes. Nagyon jó. Schäfer most nem jut szerephez. Egyszerűen tényleg érzem azt, hogy bármikor lehet még egy gól, és most nem fér bele az, hogy fiatalokat játszassak, de a következő meccsen adunk neki lehetőséget. Jó, Gulácsi kirúgása, semmit nem ér. Illetve mondtátok, hogy Lunin kapust, Real Madridtól leigazott fiatal, tehetséges Lunin kapust is nézzük meg. Többször is, mert egyszer már játszott, de azért adunk neki több lehetőséget, úgyhogy lehet, a következő meccset megkapja, ettől függetlenül Gulácsi nagyon jól véd. Nem mondjátok el neki, hogy nem fog játszani a következő meccsen.
hogy a teljesítményére ez negatív hatással legyen. Jó. Megtörténtek a cserék, ettől én várok valami előrelépést egyébként. Az lesz. Sarokból elvégezzük ezt a kirúgással felérő szabadrugást. Forsberg az egyik csere. Olmo, aki nagyon jól játszott az EB-n, de nem tudta most ezt megmutatni. Viszont nagyon szépen szereznek labdát. És Nkunkut buktatják, és nem ér el se szabadot. Nem értem egyszerűen. Ez a bíró hova fúj, vagy kinek. Nem tudom felfogni. Orbán! Jó! Szilva mellé fejelt. Ezt a mindenit. A portugál. Már az ötödik lövése volt a meccsen. Hihetetlen. Nagyon szabadon hagyjuk az embereket. Figyeljünk! Inkább kapusnak. Orbán szépen oldja meg, összejátszik a két magyar. Tökéletes. És úgy kirúgja Gulács, hogy senki nem tud beleérni a mi oldalunkról. Úgyhogy megint marad a védekezés. Upamecano szépen vette volna el, nem volt ott egy ember se. Mukiele le is szerel. Ennek sincs haszna. Nehogy engedjétek rálőni Willy Orbán. Parádésan jól játszik egyébként. Ahogy aztán ő kapjon itt kártyát a jó védő teljesítményével. Az egy jó Campbell közbelépés volt. Forsberg. A csel? Ez nem. A passz nem egyszerűen. Még szeretnék előre menni kicsit. Ott tartani a labdát. Az ellenfél tél felén. Ezt ők oldják meg. Forsberg azért besegít. Húzzuk itt az időt rendesen. Dost. Kicsit kopaszodik. De csúnya volt Willy Orbán. Nehogy kiállítsák. Még csak lapot sem kap. Tökéletes. Nagyon-nagyon jó. Pedig ez egy fontos szerelés, taktikai fault volt, ha így is mondhatjuk. Elesett ott. És lefújják. Lefújták. Jól van. De örülnek a srácok. Megértem őket. Nagyon-nagyon nehéz második fél idő volt. De végül is itt igazából nem született gól. Első fél időben eldőlt minden ezen a meccsen. Úgyhogy ez így egészen jól alakult, azt kell, hogy mondjam. Sőt, kifejezetten hibátlanul. Úgyhogy haladjunk is tovább akkor a következő mérkőzéssel. Atlético Madrid ellen játszunk. Bajnokok ligája. Emlékeztek még rá? Itt megnézhetjük az állást egyébként, mi a helyzet. 1-0-ra nyertünk az Atlético Madrid ellen. Ezt valahogy azért meg kellene most védeni. Kemény lesz, és akkor tovább mehetünk a Bajnokok Ligájában. Azért az nem lenne gyenge egyébként. Úgyhogy én nagyon örülnék neki. Az Office-ban van egy üzenetünk, azt megnézem. Nemzetközi. Paraguay és Venezuela? Igen. Aha, jó, ott van. Hát ezek kínálják fel majd valószínűleg a lehetőséget. Ezt nem foglalkoztat, Magyarországra koncentrálok, azt elfogadnám, más válogatottat nem. Adjunk egy interjút, Bajnokok Ligájás interjú. Nyomjuk akkor, nézzük. Hát itt víz van kirakva, kóla nincsen, ez ilyen igazából, de legalább ott a BL labda, ami jól néz ki. Mosolygunk, meglátjuk. Na nézzük. De lényeg, hogy készen vagyunk-e, mi a helyzet. Én azt mondom, hogy megpróbálunk nyerni megint. Igen. Én hazaiban nem szeretnék döntetlenre játszani, hogy majd egy góllal kijutunk, meg izé. Nyerjük meg tisztán, az a legkönnyebb. Legalább egy góllal nyerjük meg. Igen, itt beszélünk ugye a Frankfurt elleni meccsről. Igen, milyen volt a kedvünk, meg minden az előző meccs után. Tiszteljük az ellenfelet, nincs ezzel probléma, mondjuk ezt nem teljesen értem, hogy egy Atlético Madrid elleni BL interjún miért a Frankfurtról beszélünk. Hogy jön ez szóba? Furcsa kérdések a riportertől, tehát ez ilyen. Azt mondja, hogy ez egy tökéletes válasz lesz itt, azt mondja, nem lesz itt probléma a mérkőzéssel. Próbáljunk a teljesítményünket kihozni. Elég hülye kérdések voltak egyébként, semmilyen lényegre törő, hogy
tudom én, játékos, hogy alakul, változtatunk-e a kezdőn ilyenek. Mindegy. A lényeg, hogy menjünk akkor, kicsit növeltük a morált a csapatnál, ez is fontos egyébként, és az ellenfélnél Suárez, João Félix, Berardi, Saúl, Koke, Lorente, Lodi, Felipe, Jiménez, Trippier, Oblak. Na, ez mondjuk egy elég erős névsor volt. Ha így fel kell olvasni az osztály névsorát, hát azért ez, na, nem semmi. Nkunku helyett én bevetném Dani Olmót, nagyon-nagyon tetszik a játéka, úgyhogy természetesen Nkunku ott van, becserélhetjük, ha éppen kellene. Többieket most úgy annyira nem módosítanám. Lunin, hát nem tudom, Lunin.bl-be védjem. Nagyon szeretnétek látni, legalábbis múltkor ez volt a kis premiéren, ezt olvastam, úgyhogy Lunin nincs rossz formában, szerepeltessük, aztán majd meglátjuk. Többit én nem szeretném itt módosítgatni. Végülis Lunin is, értitek, Real Madridtól jött, tehát nem hiszem, hogy annyira rossz lenne. Fizettünk érte azért elég komoly pénzt. Ó, esik a hó itt augusztusba. Jó, persze a játékban nem augusztus van. Minden esetre havas mérkőzés. Vonulunk ki a Bajnokok Ligája meccsünkre. Atlético Madrid elleni 8-at döntő. Azért ott fejhetszik a hó. Nem semmi. Szurkolók megint tömbben vannak itt a stadionban, és itt már lejátszódott néhány mérkőzés, úgyhogy azért van, aki már biztos bejutott. Real Madrid 7-0-ra vett az Ajaxot összetettben, az nem semmi. Ez az, a BL himnusz, a legjobb zene a világon, ami focihoz köthető. Atom jó. Na, menjünk, nyomjuk neki fehér labdával. A havon ennél tökéletesebbet el sem tudnék képzelni. Úgyhogy hát próbáltok meg valahogy kivenni, hogy hol van a labda. A franc se tudta, hogy havon lesz ez játszva, de hát legalább sárgával vannak kiemelve az én kezdőkörök. Jó. Óvatosan. Alig látjuk a labdát, úgyhogy nem kell kapkodni. A játékosnak az indikátoros jelzője segíthet. Most egyértelműen az Atléticónál van a labdán, nem könnyíti meg a helyzetünket ez a nagy hóesés. Jó. Hát lehet elhamarkodott volt, hogy azt mondta, hogy meg akarom nyerni ezt a meccset. Örülök, ha látom a labdát, az atlétikusok is így vannak vele. Suárez próbál cselezgetni, és semmire nem jutott a szélem. Egyelőre Berardi nem tud lőni. És indítjuk is Szoboszlai Dominikot, aki ezt megfuthatja. És meg is teszi, nagyon ügyes, tologatja még mindig azt a labdát, alig látja a kapus is szerintem. Oblak azért résem volt, azt a mindent. Nézzük is meg. Itt se látszik semmi, nagyjából ott Oblak kivette lábbal. Nézzük a fejest. Mukiele, még mehet azért a labdáért. Limer, egy jó távoli lövés. Jiménez lekapta a levegőből azt a lövést. Amúgy is kapust sem megelett volna szerintem. Nagyon jó, hogy bent tartjuk. Olmo. Ő se egy rossz ember. Oblak Sabitzer lövését hárította. Legalább az ő kezébe látjuk ezt a lasztit. Már máshogy nem. Adjuk hátra. Mondom, adjuk hátra, mert ebből lesz a baj. Willi Orbán. Megint neki kellett. Ajjajjaj. Azért van itt baj, rendesen. Jézusom, tényleg nem látok semmit. Luis Suárez viszi. Jó. Elment keresztbe. Ott persze szélen, itt le tudták alul takarítani a pályát. Hát szíjetetlen, mint a direkt csinálnák ezek pályamunkásokat. Kirúgom azt tuti. Hihetetlen. Szoboszlai. Próbál cselezgetni. Egész ügyes. Polza. Nem jó a lövés Savicertől. Nem szedi meg. 22. percben vagyunk. Most tényleg így már az időjárás után látva ezt, azt érzem, hogy jó ez a 0-0 is. Lehet, hogy majd ennek kapcsán alakítjuk itt a felállást a második fél időre. Lunin egyébként jól véd.
Jó, húzza is egy picit az időt, belelőtte Suárezbe, úgyhogy inkább itt hátul biztonságosan kirúgom, mert ez nagyon necces volt, hogy belelőtte a labdát ott. Olmo. Szép Sabitzer szerelés, Van Kicsán! Nem jó, még mindig nem jó. Laimer! Nem jó. Olmo! Nem. Az isteni pedig, mennyit lövünk kapura, és egyik sem jó. Franciának. Illy Orbán, óriásit játszik, de tényleg. Most kell viszont hátra menni. Munin kifutott a kapujából, és beemeli. Aj, francnak hoztam ki. Suárez emeli be a labdát. Ezen a kaotikus mérkőzésen. Hogy be vannak öltözve a szurkolók is. Ebből se látszik túl sok, csak annyi, hogy Lunin kijön, és Suárez beemeli könnyűszerrel. Ezt nem gondoltam volna erre, nem számítottam. Egy-egy az állás, és itt még van idegemelőtt gól. Ez még nem az új szezonja a BL-nek. Ha így marad a meccs, akkor hosszabbítás lesz. Ha ennél több gól, vagy valahogy máshogy változik az eredmény, akkor viszont megmaradunk. Vagy egy vereségnél, vagy egy győzelemnél, akkor függ, ugye. Mindenesetre ez az egyetlen döntetlen eredmény, ami hosszabbítást ér. Hiszen ha itt kettő, vagy valami más lesz. Nem is kell erről beszélnem. João Félix. Vezet az Atlético, megfordította a meccset. Nem állunk jól, hiszen ha 2-1, pont ezt akartam magyarázni. Most rúgok egy gólt és 2-1, akkor is az Atlético jut tovább. Idegenben lőtt két góllal. A rohadjat mestere. Egytől egyig mindet kirúgunk. Már jusson tovább, basszus. Valahogy! Poulsen! Fontos gól volt az első fél idő előtt. Jézus Poulsen! Takarított a pályát, ha sem valahogy csúszott. Nagyon jó, ellenek az ilyenek. Minél többet kell becsúszni, hogy látható legyen itt a pálya. Most már egész jó amúgy. Ugye látom ott a gólokatottuk a dolgot. Ezt a kutya pályát. Így kell szenvedni egy Atlético ellen, de hát nagyon kemény csapat, ezt tudjuk jól. Mégiscsak bajnokok ligáit nem lehet szórakozni, nem a Frankfurt ellen játszunk. Viszont úgy állunk most, mint ellenünk a Frankfurt. Azért az is sok mindent elmagyaráz. Reméljük, hogy nem ez a vége. Pedig ez a passz se sikerül. Figyelünk, oké. Saul felé. Most Berardinál a labda, és lefújják az első fél időt. Jól van. Nézzünk valami cserét, valami módosítást, valamit, amitől feldobódik a csapat. Mert ez így most egyelőre nem jó. Közben a Lazio vezet a City ellen. Közérdekű információ. Jó. Formát átváltoztatjuk. Hol lesz ez? Úgy. Sabitzer nagyon jó nekem ott elől, Olmót leszedjük, nem láttam, hogy olyan hűde kafa lenne, viszont Schäfert meg szeretném nézni, hogy hogy játszik, neki ígértem esélyt, Van Kicsán, szerintem maradt a toldalt, végülis maradt a toldal, nagyon gyors, úgyhogy jó lesz ott szélen, Szoboszlai is tökélte szélen, maradjunk így, srácok. Mukiele fáradt, nézzétek, Mukiele egész fáradt, 67-es. Míg a másik oldalon Angelino 84-es Mukielét leszedjük, helyette Henrik szín be. Ez így jó lesz. Na nyomjuk! Na hol van? Hát, nem egyszerű. A helyzetünk. Pályát nem sikerült fél időben sem letakarítani, gratulálok. Ez a teljesítményhez, és a labdát se változtatták meg. Filccel kellett volna összefirkálnunk, hogy itt valami legyen. Jó, figyeljünk, Schäfer! Nagyon jól labda szerzés Schäfertől! Eddig tartott. Ez nem az ő hibája. Nagyon jó.
Szoboszlainak szerzi meg a labdát, aki egy jó paszt választ, Pózen lövi! Van Kicsán lövi! Nem sikerült sehogy se. Lodi! Ő elpasszolja teljesen rossz helyre. Az nagyon jó, Schaefer, milyen jó passzokat ad amúgy, mi van ezzel? Savitzer lőtte rá. Van Kicsán. Próbálk átlátni a havon. És úgy passzolgatni, mint ha látnám is, hogy mi történik. Suárez. A Lorentét kellene utalérni. Ez nem sikerül meg, inkább másik embert küldünk ki rá. Figyelj, nehogy beadja. Nem kell itt a tuning. Okosan. Ez az. Okosan, ügyesen nyerjük meg ezt a meccset, mert tényleg tovább szeretnék menetelni, ha már ideig eljutottunk, ciki lenne kikapni. Suárez. Lunin volt rossz választás. Gulácsit kellett volna behagyni, mi? Aha. Suárez. De nagy bajban vagyunk. Ezt a mindenit. Ismét vezet az Atlético. 3-1 összetetben is vezet. Összetetben 3-2. Szoboszlai. Hát még defenzívbe. Ott átváltunk ugye ilyenkor egy támadós játékmódba, de ez akkor még nem defenzív. Középpályánk lesz megerősítve ilyenkor. Úgy van beállítva a taktika. Azaz, a blokk működik. 64. perc. Itt tudnánk behozni, azon gondolkodok. Kapust most már adjuk, így nem bele foglalkozunk. Hát ha lesz még egy-két jó megmozdulás, akkor rájött be, közben Atléticónál. Merre tudnánk, mit tudnánk csinálni, hogy ez jobb legyen? Suárez nagyon jól játszik. Azaz. Van Kicsán. Neki kellene egy jó indítást összehozni, ő nagyon gyors egyébként. Jó, van Kicsán. Savitzer futott. Savitzer se rossz. Nagyon jó. Több, mint jó. Pózen. Nem? Szoboszlai. Nem. Haha, nem lehet belőni. Ez hihetetlen. Pedig mennyien próbáltuk rá lőni ezt a elrontott helyzetet. Savitzer már hátul védekezik egyébként, csak úgy mondom. Jelzés értékkel. Azaz, szedjük el tőle. Jó az indítás, Van Kicsán, na őt mondtam, hogy ő a gyors. De nem így, hogy fogják, hanem így, hogy szabadon mehet, lesre futva. Ó, édes Istenem. Jó, oké, akkor ez se játszik így. Nem tudom, mi ez a fura felállás. Minden esetre Schaefer bedobjuk hátra. Savitzer helyett behozunk egy Campbellt. Laimer helyett behozunk egy Nkunkut. Nem lehet, akkor viszont Szoboszlait toljuk följebb. Ígyni. Így fogunk játszani. Mit tud játszani? Még Schaefer tud szélen, akkor segít Szoboszlainak támadásba. Egyszerűen nem tudok jobb taktikát kitalálni. Komolyan. Végül Savitzert hoztuk le. Csapatkapitány. De mindegy, csak valami legyen. És közben az Atlético is cserélt egyébként. Ők is frissítettek. Schaefer futna hátra. Gyenge. Lunin. Nem figyelt most se. Behullott a kapu tetejére ez a labda. Hát ez a karriermód. Siralmas. A Bundesliga sikerült, ott nyertünk, de itt én most nem érzem. Tényleg. Nem tudom, mit tudnék még. Hát a Kim fullbacks. Megnézzük, hogyha Willy Orbánt előre küldjük, akkor ére valamit. Olsen. Hát ha eléri.
és belelövi az elő emberbe. Felipe blokkol. Jó volt. Na jó van. Oké. Limer őrületesen nagyot fejel, és kirúgás. Ez semmire nem volt jó. De rosszul állunk, srácok. Kezdek motiválatlan lenni, mert nem is tudnám, hogy hogy törjük át ezt az Atlético védelmet. A kapusuk is kiváló, és a támadósorok is parádés. És hiába nyertük így meg a hazai meccset, mármint hogy nekik hazai, saját hazainkon nem tudunk egyszerűen mit kezdeni. Úgy hozzák ki, ahogy akarják, és még a labdát se látjuk, még mindig ezzel küzdök. Unin. Fú, az majdnem szabálytalan lett az Unin. Azt a mindenit. De kirúgás jól megoldott egyébként. A bíró nem gondolta azt, hogy ez szabálytalan. Szoboszlai. Egy ívelés. Most már tényleg ívelgetni kell. Nincs idő passzolgatni, elveszteni, mert tényleg nincs idő, hiszen lefújja akkor a bíró a meccset. 3-1-re simán, nagyon simán kikaptunk. Nem volt itt idegenben lőtt gól. Ez simán megnyerte az Atlético. Összesített be 3-2. Nem is nézem végig. Búcsúzunk a Bajnokok Ligájától. 8-at döntőben. Valahol kalkulálható volt, de engem mégis elszomorított, hiszen 16 lövésünk volt a meccsen, és nem tudtunk belőle egy gólnál többet szerezni. Ezért nagy kár, nincs is kedvem interjút adni, inkább kilépünk. City Lazio 2-2. Nézzük meg, milyen eredmények születtek. Helyette elnyomtam, de visszatekerjük. Jaj, Lunin nagyon örül. Hát én nem annyira. Persze, ezt biztos nem fogom mondani, hogy a teljesítménye az nagyon kielégítő volt. Inkább mondok valami ilyesmit. Ne aggódj az eredmény miatt, stb. Jó. Na, azt mondja, hogy other leagues. Most itt, hát ez nagyon jó. És itt a Bajnokok Ligáját meg tudjuk nézni, mert amúgy azt szerettem volna megnézni egyébként. Nem. Hát jó, mindegy, akkor hagyjuk. Akkor nincs a Bajnokok Ligás, srácok. Fogalmunk sincs, hogy többiek hogy állnak, de igazából nem vagyok túl boldog ez a meccs után. Ez ilyen sajnos, ez így sikerült. Koncentrálunk akkor a bajnokságra, hiszen a Bayern München lesz a következő ellenfelünk. Azt a kutya fáját, úgyhogy Bayernnel fogunk játszani, és ha megverjük, akkor bizony nagyon sokat dobhatunk itt az eredményen, akkor tényleg egy nagy lehetőség előtt állunk. Meglátjuk, hogyan sikerül. Én köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és végig szurkoltátok a meccset. Nyertünk egyet a BL, mi ez? Nyertünk egyet a Bundesliga-ban, vesztettünk egyet a BL-ben, ez sajnos ilyen. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Legyetek jók, sziasztok!